Sziasztok, én Dezső Mercek, és elkezdtük a legújabb videónkhoz, ahol megmutatom nektek, hogy hol szoktam minden nap dolgozni. Beviszek titeket az irodába, ne haragudjatok, kell ordibálnom, mert éppen mosatódik az autó, és felfaj az autó mosoly éppen a kocsit, és meg fogja enni, nem biztos, hogy eljutunk az irodáig. Szóval ez egy napi vlog lenne, tartsatok velem, remélem tetszeni fog nektek, gyertek! Na, megérkeztem, meg is mutatom, hogy melyik az én irodám, gyertek velem, és itt körbe is vezetlek titeket, de hogy azért szépen és igényesen fel van tüntetve, itt van. Megmutatom nektek, de először nézzük meg, hogy Istvánék benn vannak-e, és hogy tudunk-e velük dumálni. Igen! Uraim, szép jó napot kívánok! Szép jó napokat! Megy a meló, megy a meló? Megy a meló, látom, megy a kamerázás is. Megy, hát muszáj forgatgatni. Mizu ellen? Hát próbálok belerázódni a hétbe, de... Nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Nálatok mi van? Figyelj, mi is próbálunk, de esélytelenül belerázódni, figyelj meg, ez az időjárástól mindegy. Tehát nézd meg, kisebb pólót választottam. Kisebb a póló? SS pólóval majdnem hazamentem. Tehát ez egy ilyen nap, tudod, mikor semmi nem sikerül. Megyünk egyébként mindjárt el, úgyhogy veled mi a helyzet? Mi lesz a mai nap? Hát, jó kérdés. Fogalmam sincs egyébként. Ha már itt tartunk, a nézőknek bemutatnának István és István, csak így a változatosság kedvéért. Amit akartam tőle kérdezni, igen? Hogy azt mondtad, hogy ma az M4-jel jössz. M4-jel jöttél? Abszolút, viszont letettem a mosóba, úgyhogy már megkérlek, hogy vigyél el. Érte megyünk majd? Igen, szeretnék, amúgy is meg akartak kérni, hogy dobjál el a kocsi, légy szíves, mert így nem tudok, de gyalog meg azért messze van. Jó van. Amúgy meg dobozok mindenhol, mi történik itt? Nagy raktározás van, látom, nem szokott így lenni amúgy. Figyelj, igazából nálam nem szokott, valóban a raktárba szoktak lenni ugye ezek a dobozok. Most igazából elég sokan megfordultak nálam az irodába, és gondoltam, hogy hozok be párat, megmutogatni, hogy kinek mi a véleménye. Tehát tulajdonképpen itt is egy ilyen teszten esik át a doboz, hogy figyelem az emberek reakcióját, hogy ő mit szól ehhez, ez, stb. Ugye ezt nyilván ezt így kell csinálni, tehát mindig valami olyan emberrel találkozom, akinek úgy érzem, hogy megmutatom, akkor kíváncsiak, hogy de amúgy dobja a helynek a hangulatát. Kapjunk már el egyet, mert nálam a nézők szerintem nagyon sokan nem tudják azt, hogy mi is ez a doboz, és bemutatnám, ha már itt vagyok, és csak úgy mondom, hogy nem szponzorált tartalom. Csak ha már itt vagyok, akkor mutassuk meg, hogy miről van szó. Tehát van ugye három szín, azt tudjuk. Három szín van, és lásd, hogy milyen kezem van. Pont belenyúltam egy lila dobozba. Igen. A lila doboz ugye az a ritka doboz, ez minden 20-ban van egy plusz extra 15 ezer forint értékű nyeremény benne. 20-dik, nyilván 40-dik, 60-dik doboz, és tulajdonképpen itt van egy leírás, amiben ugye lehet látni, mik vannak benne. Egyébként ugye ez a szeptemberi hónapnak az egyik pólója, ugye a pókemberes. De egyet már vittem amúgy haza, neked nem is mondtam. XL-es vittem hozzá kis... Leminuszoltad a készletből? Csapjátok le tőle! Nézzünk magunk elé, hogy megint hogy van hiányunk. Visel egészséggel. Egyébként találtad. És akkor itt van például ebbe egy szupermenes van, mert ugye most ez egy ilyen hősös hónap, ugye István? Így van. Szuper. Ugye szuperhősök, és akkor tulajdonképpen nekem van otthon egy ilyenem, ez figyelj. Nagyon-nagyon jó anyagból van, nagyon tetszik egyébként. Hát tudom, vittem többet színe, is. Színe is, és egyébként olyan kicsit egyedi lett. Hát meg ugye benne természetesen ugye támogat ugye Hell. Szóval Istvánék elrohantak, és arra gondoltam, hogy amíg visszatérjenek, bemutatom nektek az irodám. Mármint annak, aki még nem látta, mert aki Instán követ, az már tudja, hogy látta, Insta Story-ba többször volt kin. Így néz ki, körbevezetlek titeket, és elmagyarázom, hogy hányszor vagyok a benne egy héten, mit csinálok és miért. Itt az ajtó mellett egyébként egyben van egy tükör, ahol meg tudom nézni magam. Igen, egyébként zokniban vagyok, mert nagyon szeretek cipő nélkül járkálni, oda le is raktam a cipőmet. Van egy ilyen kis szekrény, ahova ilyen kis tartalék ruhákat rakhatnék. Fiókok, szintén pakolni. Odafel még nem tudom, hogy mit fogok rakni. Írjatok le a komment részekben, hogy szerintetek mi nézne ott jól ki. Tudom, hogy a YouTube diáim, de azokat otthon tartom. Itt lehet leülni, illetve ott lehet leülni, hogyha jön valaki hozzám, és szeretnénk dumálni. Van egy ilyen kis tojásszék. Ott egy tévé, ami általában a csatornám szokott lenni díszként, meg hát igazából látom, hogy hányan nézte meg a videókat, mi volt az utolsó videóm. És itt pedig az asztalom van, ahova leszoktam ülni, és innen így néz ki minden. Itt az asztalomon, meg itt az objektívem, itt van a klímának a távirányítója, itt a telefonom, amiben valamiért azt írja, hogy Zoli. Számológép, illetve a tévének a távirányítója és írószerek. Addig húztam az időt, hogy Istvánék megérkeztek. Egyébként, és nem mondtam még el a nézőknek, hogy miért van nekem iroda. Nagyon szeret szerepelni, úgy látom rajta. Imádom, kedvenc elfoglaltságom. De jó, mert eddig nagyon sokat szerepeltél, sokat beszéltél.
Igen, a videóban. Szeretném. Úgyhogy amit nagyon sokan kérdeznének a nézők, az történt egyébként neked is mondom, hogy körbevezettem őket, de hogy miért van irodám, mert biztos nagyon sokan kíváncsiak vagytok rá, és hogy mit tudok csinálni az irodában, mert ugye a youtuberek azok általában felveszik a videót, megvágják és kirakják, és pont. Az helyzet, hogy többször hangoztattam már nektek, hogy én nagyon szeretek több dolgot egyszerre csinálni, már a csatornámon kívül, és több éve ez történik, és még fogok is egyre több és több dolgot csinálni, és most úgy alakult egyébként, hogy Istvánékkal összeálltam, és egy csapatban dolgozunk újabbnál újabb dolgokon, amikről még azért nem beszélhetek, vagy beszélhetek? Nem, még nem egyébként. No. Még no, egyáltalán nem. Kis nyulakat tenyésztünk, és ezeket lehet majd a Lamboxba átvenni, a Goldba, tehát a ritka? Ez a neve ritka? Nem ritka, legendás. Nem. Legendary boxba. Nyulak lesznek azébe benne. Úgyhogy ez történt igazából, ezért van nekem irodám. Minden nap bejárok egyébként, és dolgozunk a... Mika, minden nap bejárok? Jó, azért nem minden nap járok be, de egyébként a hét nagy részét azt itt töltöm. Sőt, van, amit te is tudsz, hogy hétvégén beszoktam éjszaka is járni. Ez igaz, mondjuk. Ez igaz, tehát amikor senki nincs, akkor beszoktam jönni, akkor viszont csak ötletelés céljából, hogy miket csináljak a jövőben és milyen videók legyenek, mert nagyon sok tervem van, és azért is van ez az iroda, mert van két új projekt, amit Istvánékkal közösen próbálunk létrehozni. Egy dolog, amit el szerettem volna videóban mondani, és kíváncsi vagyok a te reakciódra is, hogy mit mondunk a nézőknek. Egyre közelebb van a kamera. Egyre közelebb van a kamera, ne félj. Áttértünk beszélgetések közepette a kávéra. Ugye sokszor neked az irodád, a nézők nem tudják, azt majd mindjárt megmutatom, ott van az egész irodának a végén. Nem tudom sosem, hogy mondjam, tehát ez is iroda, az is iroda, de hogy az egész nagy egy iroda. And stuff. Így van. Tehát igazából áttértünk a kávézgatásra, hogy mindig, amikor hátra megyek, ilyen napi 4 alkalommal megiszunk egy kávét, és egy kicsit érzem, te nem? Pláne a mai nap nem volt tej, és srácok, annyira be vagyok feszülve, hogy az valami elképesztő. Az első nap tegnap kezdtük el az egészet, és már úgy vártam reggel, hogy... A presszót már bevágtam. Na Bence, ígyunk még egyet. Fú, az nagyon rossz volt egyébként, de ott mondtad is, hogy kiugrott. Az megviselt, ha az kicsit megremegett a kezem tőle. Ott nem szabad, srácok, pláne 18 év alatt én azt mondanám, hát 17 évesen talán még lehet, de én 16 évesen nem ajánlom, hogy kávézzanak, mert ez... Én nem lét. Miért? Csak 10 évesek. De nem szabad. Tényleg kiugrik a szíved egyébként. Én 11. osztályba kezdtem el, de nem ilyen erőseket. És most tényleg megviselt ez az egy nap. De majd jelentkezünk, hogy... Mindegy, csak ennyit akartam, hogy ugrik ki a szív, és be vagyunk feszülve. Közben hátra sétálok, most már akkor innen aktívan lesznek videók, és megmutatom, hogy milyen Istvánnak hátul az irodája. Itt van egy ilyen kis részleg. Étkező. Hát ilyen social. Social, igen. Gathering place. És akkor itt van az irodája Istvánnak, ami egyébként lakályos. Jó és lakályos. A kis táblára fel vannak írva a képletek. Igen, a nagyobb, értelmesebbnél értelmesebb hülyeségeid. Első nap bejöttem, mit írtam fel a táblára? Emlékszel még? Hogy mi kell a sikerhez. Nem, jó videó egyenlő. Jó videó egyenlő, sok néző, plusz szponzor, meg dollárjelek. Igen, pontosan. Esküszöm nektek, olyan, mint a koszos lenne a szám, nem olyan? Mintha? Koszos lenne a szám. Mármint a szakállam miatt, tudod? Nem. Mert hogy ilyen, nem Tony Starkos most már a szakállam, hanem ilyen kis Trevoros, tudod, a GTA-ból. Aha, olyan... Rednek? Aha, olyan, mint a koszos lenne az arcom, nem? Szerintem nem amúgy. Nekem direkt olyan szakállam van, szerintem, ilyen kis... Ilyen kis kecske. De te is mondtad, hogy ugyanúgy érzed, amikor a szakállad, hogy mint a koszos lennél, nem? Ja, hogy de nem úgy, mint hogyha te... koszosnak néznek, hanem olyan koszos érzetem van, hát hogy olyan szúr, meg olyan. De kinézetre nem olyan amúgy? Hogy szerintem ilyen... nem. Abszolút. Ugly girls in Miami. Miben lehet a csávó, hogy... Úristen a csávó. Csávó, annyira készen, hogy azt hiszi, denevérek vannak. Köszönöm, hogy eldobsz különben. Nincs mit. Elmegyünk a mosóhoz, és akkor ott megnézzük az M4-et, amit lehet, hogy már láttatok másik csatornán, de nálam még nem, és lettek rajta változtatások, úgyhogy menjünk. Na, kulcs megvan. Megvan a kulcs. Megérkeztünk, az enyémet leraktuk. Csak akkor ez a tiéd az egyik, ugyebár aki nem tudná. Van egy 7-es, meg van az M4. Mennyi az új fék, mit mondtál? 8 millió. 8 millió. Hát igen, de cserébe jól néz ki minden. Tehát ha megnézed a fékeket egyébként, tehát itt nincs olyan, mint egy normális rendes tárcsának, hogy aminek válla van, itt abszolút nincs válla. Ráadásul olyan, mint az egész össze lenne törve, aha, ugye kerámia, karbonkerámia fékek vannak ugye rajta. Tehát olyan, mint össze lenne repedezve. Jól néz ki. Megnézzük, hogy miért szól? Menjünk, nézzük.
könnyű megfogni amúgy? A fékeket meg kell szokni, mert ugye karbonfékek vannak. Tehát, hogyha kijössz egy mosóból, vagy esik az eső, akkor nincs féket. Az első aha. féked az, hogy először rálépsz a fékre, akkor olyan, mintha nem lenne féket. Uh-huh. Tehát ugye az a része ugye szokatlan először. Hát ijesztő amúgy. Ijesztő? Aha. Teljesen, úristen. Beteg, nem? Nagyon, nagyon. Tehát nem számítottam, hogy ennyire az lesz. Igen, és az a baj, most ilyen, mondom, hogy még melegítjük a gumikat, mert egyébként ugye ezt... Ja, ilyenkor még melegszik? Persze, még melegítem a gumikat, tehát ez még nem a végleges történet. Tehát ugye ott kicsit felengedem a gázolámat, mikor elgyorsítottod, és érzem, hogy nem tud megkapaszkodni, ugye hátsó kerék, ugye még nem kellően meleg, ugye ezt nyáron, jó időben, meleg, forró aszfalton lehet igazán jól érezni. Tudjátok szerintem Insta sztoriaimból, hogy nekem elég sok olyan barátom van, akinek nagy lóerős autói vannak, 300, 400, 500, de ez más, tehát M4-ben még nem ültem, és ez tényleg olyan, hogy elgépezik. Hát köszönöm a fuvart, ez levős sok volt. Szívesen. Mondom, ha lesz egy kicsit időnk, kicsit beleültetlek, elmegyünk egy-két vezetési technikát, hogy mit, hogy csinálunk egy ilyen kocsinál. Tehát tényleg itt azért fontos, hogy érezzük az autót, mert itt pillanatok alatt előttünk embereket, kiflibe hajtjuk a technikát, meg stb. Tehát itt ez egy más világ. Teljesen. Tehát én megmondom őszintén, hogy ilyen normális B-s jogosítvány nem is engedném vezetni. Igen? Persze. Hány lovas most? Hát 515, de hát ugye a súlylóerő arány... Teljesen. Tehát megfelel egy 700 lovas Audinak, vagy... Igen, mondtam, hogy én azért már tényleg ültem olyanokba, hogy 400-500 lóerő, és egyik se rántott ilyet. Nem, hát ugye nyilván ugye valamelyik ugye eleve ugye az összkerekes autót megfogja az összkerék, mikor ugye oda pattintasz neki. Tehát a hátsó kerekes autók mindig azoknál jön ki jobban a lóerő, ugye ráesik, ugye elő van a motor a hátsó kerékre, a súly... Igen, úgy megdob hátulról, hogy kész vége. Így van. Tehát ez az embernek tényleg az kiszállni, én is kicsit komolyabban meghajtom, hogy kimegyek egy pályára, gumikat cserélek, úgy szállok ki a kocsiból, hogy reszketek. Pedig tényleg motorozok, van 200 lovas motorom, stb. Tehát én hozzá vagyok ezekhez a történetekhez, sok van szokva, de mégis időnként, mikor belülök, akkor mindig annyira fel, úri Isten, mi a jó? Tehát, hogy így megrángott, tudod, így járt. Tudod, ez a kategória. Kész. Hát ugye innen gyorsul jobban, tehát igazából ezt még ugye lehet fokozni még kicsit az F1 vártókkal, tudod, ez a... Elmond beteg. Jó van, lesz még videóba, úgyis István is, meg a kocsi is. Én elköszönsz a nézőktől, és én folytatom akkor majd. Vannak fejlemények, egyrészt hazaértem, letusoltam, megbolondváltoztam, átöltöztem és kamerát is cseréltem, ugyanis az én kamerám az valamiért megbolondult, így 3 év szolgált után egy kicsit beadta a kulcsot, folyamatosan leáll a felvétel, és nem tudok vele mit kezdeni. Úgyhogy most a Rebecca kamerájával folytatom, remélem, hogy ez is megfelel majd nektek. Én egyébként nagyon szeretem, pláne, hogy bele lehet rakni a zsebembe, tehát az egész egy ekkora kamera. Elindulunk tovább, folytatjuk a mai napot, megyünk, elveszük Olivért, és meg akarom venni a GTA-t, mert sajnos nem lehet Xboxon megvenni online, nem is értem, hogy miért. Megkérdeztem a Microsoftnál az embereket, és azt mondták, hogy hát Magyarországon, nem, Romániában, mert hogy román bankkártyán van, nem lehet megvenni online a GTA-t, úgyhogy megveszem rendes boltba, mert akarok egy kicsit retrózni. Megérkeztem, házi medve ki van rakva, csak úgy, féljenek az emberek, és ebben megyünk. Nagy megérkezősbe, ciao, 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 ciao! Itt van Oliver is. Hát nem szeretik a kutya, ciao! Lehet, ciao, lehet. Ciao, ciao! Nem koszos, tesó, nem koszos a kutya. Nem? Megint meg van hempergőzve valamiben. Hoj, hoj! Ha, ez magát nyitja ki. Rád engedjem? Engedd rám, engedd rám! Menj! Hát... Induljuk el, azt mondom, és menjünk és vegyük meg a GTA-t. Mit vettél most meg Xboxra? Én? Aha. Egy Xboxhoz. Mi? Na. Melyik játékot vetted meg? Call of Duty-t. Remélem lehet lejám játszani, csak majd egy hónap múlva. Kell tankolni, úgyhogy elindulunk és... megyünk. Egy kicsit bestresszeltem, de Oliver az nem értem, hogy miért. Tehát az a helyzet, hogy jelenleg 2 kilométerre van üzemanyag, tehát mutat, ott van. Illetve szegény
leverte már konkrétan a mutatót. Egy három piros lámpát mi mérjünk, jó? Hát az elég lesz, ja. Tesó, kirakta a teknős békát az autó. Most dudál legalább 10 autó, sem most itt le fogom ledugni, de nem ezt meg is hallod? Teljesen, félre kéne állni, vagy teknős mi legyen? Béka. Teknős békát kirakta, hallod? Mi legyen? Ajaj, milyen közel állt hozzám a busz. Itt most leállunk, három busz fog állni. Esküszöm, be vagyok stresszelve, srácok, velem ilyen még nem történt, és egy nagyon forgalmas szakaszon vagyunk. Két villamos, három busz. Itt fogunk konkrétan megállni, és megölnek minket, hallod? Ide jönnek, és fel fogják borítani az autót. Telefon okay? Leverül. Hogy kéne csinálni, tesó, hogy gyalog el, menjünk, félreállok valahova, de muszáj félreállni valahova. Majd itt kannával a kezedben, majd mész hagyja. Igen, hát mit csináljak? Ha már benzintemetőről beszélünk, ott megy az Aventador, remek hanggal. De az autó az nem nagyon tud többet, tehát itt nem tudom, hogy fel fog-e menni. Padló gáznyomok, tesó, és 50-nel megy, mondjuk nem a hídon kéne lestoppolni. Nem, majd most már legurulunk a hídról most már. Ki van itt Aventadorral amúgy, durrogtat a városban, tesó? Te amúgy gondoltad volna, tesó? Hát figyelj. Ez lehetetlen. Eljöttük a célt. Most már kiderül mindjárt, hogy mi is nálunk pénz. Nem érdekel, inkább maradok mosogatni, érted? Egyél! Egyél! Kedvenc taktikám, ami szerintem most is megmentett, ha tankoljátok az autótokat, és véletlen visszarúgna már a pisztoly, mert tele van, akkor még belenyomsz egy három löketet, és el fogsz érni a benzinkútra következőkor. Kész! Itt vagyok Olivérnél, leraktam, indulok én is lassan haza, viszont van nektek egy meglepetés. Olivér, mit vettél a mai nap? Nekem is meglepetés. Na, mert nyilván te se láttad. Hopp, az új iPhone! Nem mondjuk el, hogy jutottál hozzá mi. Ez most a 11-es. Gyerekek! Nagyon sokaknak nem tetszik ez a telefon, viszont én úgy állok hozzá, hogy tetszik, hogy csúnya. Mert ez a telefon csúnya. Van egy más telefonom, hogyha valakinek kell, akkor megvehet tőlem. Egyébként, szóval az én telefonom az így néz ki jelenleg, úgyhogy én is elgondolkodtam rajta, hogy veszek. Szóval nyilván azt fog dönteni, hogy Olivernek mennyire tetszik, meg hát nyilván is meg fogom nézegetni, de hogy ez dönti el, hogy lecserélem a telefonomat, vagy nem. Írjátok le a komment részében nektek, milyen véleményetek az új telefonról, nagyon kíváncsi vagyok. Milyen? Így első ránézésre. Kérdés egyébként, hogy mennyire karcolódik majd, mint felzippantod a telefon, hogy mennyire karcolódik a háta. De jól néz ki, meg ilyen kis sifityelős. Bocsi, közben fütyülök. Problémába ütköztél? Kell, akkor belenyomom, de... De ne, el fogod rontani azt. Hát ez nem lesz jó. Ez nem lesz jó, mert hát ez London egyébként, az a töltő. Úgyhogy Olivier elkezd játszani a telefonjával, én megyek haza, remélem, hogy amúgy nem fogsz afkolni 4-5 napon keresztül, mert elleszel a telefonnal. Én majd otthonról még jelentkezem. Jelentem, Aláson hazaérkeztem, itt van Rebeka. Nem sok ilyen alkalom szokott lenni, amikor egész nap külön vagyunk, de most igen. Sziasztok, hello! Ha tetszett nektek ez a videó, nyomjatok rá egy lájkot, remélem, hogy tetszett, iratkozzatok fel a csatornára, még nem vagytok, és találkozunk a következő videóban. Pontosan, szavaztok!